Sziasztok, én Pahár Balázs vagyok, és üdvözlök mindenkit a Sneaker Tourunk legújabb epizódjában. Ebben az adásban nem más látogatt el hozzánk, mint Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter. Most fog megérkezni. Szia Péter, üdvözöllek a boltunkba. Köszönöm szépen, hogy meghívtál. Na és hát, üdvözöllek az üzletünkbe. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Örülök, hogy itt lehetek. Ebben a boltodban még nem voltam. Régi kicsiben voltam. Így van, amúgy mi honnan? Te honnan ismersz minket? Hát a gyerekek miatt. Van egy 12 éves, meg egy 9 éves fiam. És én tőlük tudtam meg, hogy van ilyen, hogy Jordan cipő. Hát régen volt, még én voltam gyerek, akkor volt valami hasonló, hát nyilván nem így néztek ki, de az is azt hiszem, hogy jól nem szóval, azt is Jordannek hívt, Air Jordannek talán. De aztán utána nem tudtam, hogy ez most így újjászületett, és a gyerekek néztek veled valami videókat, és mondták, hogy menjünk a Balázs Kicksbe, és először nem is értettem, mit mondom, a Balázst értettem, hogy utána mi, és mondták, hogy van egy bolt. És akkor menjünk. És akkor valami szóval egy szombaton, vagy valamelyik hétvégén mentünk el hozzád. Igen, gyerekek nagy úszolására. Ott voltál. Igen, emlékszem is, és tőlük jön igazából a sneakerek iránti szereteted is. Hát először is tőlük azt, hogy tudom, hogy mi az, hogy sneaker. Aha. Mert hogy én ezt cipőnek hívom. Aha. Ami lehet, hogy egy földhöz ragadt és nagyon ódivatú dolog, de ez nekem cipő. Igen, tehát bárhova megyünk így családi nyaralásra vagy utazunk, a Petinek az az első, meg most már a Patriknak is, hogy Google, sneaker shop. És akkor mindig megyünk a sneaker shopokba és nézzük ezeket a cipőket. Úgyhogy nekem nem volt korábban Jordanem, de miután a gyerekek azt mondták, hogy ez kell, mert hát anélkül már nagyon öreg vagyok. Úgyhogy azóta nekem is, meg a szívének is van. És mondjuk annyiban igazuk van, hogy már egy csomószor volt, hogy mondták, hogy jó, miniszter úr, de menő, benzinkuton, rendezvényen, nem tudom. És mondtam, hogy na ezért, de kiderült, még a cipőre gondoltam. És hány cipőből áll igazából a gyűjteményed? Hát én ezt nem gyűjteményként fogom föl, mert hát ezt nem gyűjtöm, hanem hordom. De van, aki figyelj. Tudom, pár, nem tudom hány Jordan, 3-4-5. Mert van, aki ezeket a cipőket egyébként befektetésnek veszi. Tényleg? És mit csinál vele utána? Hát úgy van, hogy rengeteg cipőt elraknak dobozba sértetlenül, és például én is van, amit így eltettem, mondjuk 3 éve, megvettem 80 ezerért, és most mondjuk ér 250 ezerért. Tényleg? Aha, tehát ez egy befektetési forma, és ugyanúgy, mint mondjuk az óra. Még akkor is, ha hordtam? Akkor már nem annyira, de igazából rengeteg cipőnek még így is növekszik. Tényleg? Az exponenciális az ára. Hogyha benne vagy, akkor körbenézünk. Persze, abszolút, sőt, mindenképp nézzünk körbe. Tetszik valami, akkor esetleg. Milyen rendes, hogy meghívtál. Azt látjuk a képeiden, ugye rengeteg képen feltűnik rajtad, hogy egy... Tehát, hogy nem gyenge cipőbe vagy. Tényleg? A melyikbe? A gyerekek vették biztos. Hát figyelj, azt látom nálad, hogy Jordan 1-ek azok minden mennyiségben, ugye ez az a modell. Melyik? Igen, ezt tudod, miért vettem? Na. Azért, mert piros-fekete, és Honvéd szurkoló vagyok. Jó, hogy van pont ilyened? Van piros-feketém, de mondom, azt a Honvéd miatt vettem. De neked is van haverod, aki játszik a Honvédban, nem? Így van, nekem egy nagyon régi kedves barátom, illetve én fociztam ugye a Vasasban 8 évet, nekem a csapattársam a Boskai Berci volt. Aha, igen. Igen, ugye ő most a Honvédban játszik, illetve a Kocsis Dominikkal is fociztam együtt. Aha. Honnan jön igazából a Honvéd iránti szeretet? Hát figyelj, ez tudod, hogy alakult? Hogy én gyerekkoromban mindig kapus akartam lenni. Akkor én nem voltam szemüveges, tehát még volt némi realitása a sztorinak. Kapus akartam lenni, és a Diszl Péter volt a kedvencem. Azt már nem tudom miért, nagy szakálla miatt, vagy nem tudom. Valamiről volt a kedvencem. És amikor abba a korba értem, hogy öntudatra ébredtem, és elkezdtem a foci csapatnak szurkolni, akkor igazolt a tesójával, az Lászlóval együtt, a Vidiből a akkori budapesti Honvédba. Aha. És ezért lettem Honvéd szurkoló. És azóta is fanatikusan. Amíg jobban ráértem, akkor minden hétvégén mentem, legalábbis az itthoni meccsekre, meg hát vannak ilyen hatalmas élményeim, mert ugye én Győrbe laktam, tehát ez nem volt azért egyszerű gyerekkoromban, de apukám mindig úgy volt vele, hogyha jól tanultam, akkor egy szezonban egy 4-5 meccsre így elvitt. De ha mondjuk Eltóval játszottak nyilván azok, mint én voltam, akkor még volt Sopron NB1-es csapat, Tatabányán, talán Veszprémben is volt még NB1-es Fehérvár, ugye, amik így közelebb voltak Győrhöz. De például voltam azon a Honvéd-Szampdória meccsen, amin megvertük a Szampdóriát 2-1-re. 90, nem tudom én, 2-3 valahogy. Sok voltál? Persze, azon ott voltam. Ott voltam akkor is, amikor a Manchester United-be játszottunk, annak és csak 3-2-re kaptunk ki. Az szép. Itt van 3-2-re kikaptunk, és idegenbe 2-1-re kaptunk ki Manchesterbe. És azt is hallottam, hogy te futszáloztál. Igen, ez így van.
És még össze szoktatok így járni a régi barátokkal? Hát, nézd, van olyan csapattárs, volt csapattársam, akivel munkatársak is vagyunk, és velük rendszeresen nyilván találkozunk, de csak munka miatt. Hát a többiekkel néha egy-egy telefon, egy-egy SMS, pedig néha jó lenne, mert nagyon jó brigád volt, nagyon szerettem, nagyon jó brigádok voltunk. Illetve még egy olyan kérdésem lett volna, hogy sokszor látom, hogy gratulálsz ugye Lőv Zsoltnak, a Bayern München másodedzőjének, és mindig úgy becézett, hogy cica. Igen, ez a becenevet. Igen. Furcsa, de ez. De ez honnan jött? Ha fogalmam sincs. Egy meccsünk után, vagy egy edzésünk után ott Dunakeszin bejött hozzánk az öltözőbe, mert az edzőnk, aki pedig a Papa névre hallgatott, a Fehér Zsolt, aki most a Veszprémnek az edzője, a Papának volt barátja, és bejött. És akkor már a Horváth Feri, ő megvan? Igen. Horváth Feri, a csapattársam volt. És akkor mondtuk, hogy cica, mert hogy ez beszél, cica, gyere, te is játszam, nem, én nem jövök. Nem, már nem tudok, Peti fája, izém, ez az, már másra fogom. Cica, játszám egy fél évet nálunk, nem. És akkor annyit mondtam neki, hogy szépen fogalmazzak, vagy mondtuk neki, hogy mondta, hogy figyelj, Peti, én csak akkor fogok játszani a csapatban, ha te egyszer a parlamentbe bejelentek. Mondom, barátom, nem biztos, hogy lehetetlent kértél, és egyszer egy felszólásomban beletettem egy ilyen félmondatot. Senki nem értette, kevesen is voltak az ő, és nem beletettem egy félmondatot. Vagy mit mondtam a szöveget, egyébként Lőv Zsolt Dunakeszire igazolt, vagy valami ilyesmi. És akkor mondtam tovább. Szépen kinyomtattam a jegyzőkönyvet, aláhúztam, a klubod rakta a szerződést, tervezetet mellé elküldtük neki, és ott helyben aláírta, küldött egy meszt vissza, és ráírta, hogy ennyit még soha senki nem tett a igazolásomért. És aznap este ott volt edzésen, fél évet ott játszott Dunakeszin. Kérlek szépen. Nem. Na, úgy de jó brigád volt. Másodikak lettünk első évben, az NB2-ben. És a második évben meg bajnokok lettünk, és akkor fel is jutottunk az NB1-be. Csak ott te játszottál is NB1-ben? Aha, ott két meccset, mert volt NB1-es, meg NB2-es csapatunk is. Hát nyilván nem akartam megalázni a játékot azzal, hogy én minden héten az NB1-be játszok, de kétszer bekerültem az NB1-es keretbe, igen. De azért ez nagy szó. Nagyon szerettem. Jó, nagyon jó csapatunk is volt. Még Vince Otto is játszott egy évet. Persze, hát ugye a Barcelonába. Igen, és utána egy évet futszálozott ott. Nála volt az mindig, hogy azért egy meccsen egy valaki mindig a bordásfalon végezte, mert ő akkora volt, meg olyan erős volt, hogy ha még csak nem is csinál semmit, akkor is lepattantak róla. De mindig mondta a Feri, amikor ütmeltem a padon, amikor a Ottónak volt egy ilyen alkalom, hogy hát az ajtók záródnak. Szerintem itt körbevezetnélek a boltba. Köszönöm aztán, szépen. Amelyik megtetszik, azt nyugodtan mond. Nyugodtan mond. Egy-két. És megnézzük, hogy milyen befektetés. Ezen a falunkon vannak a Yeezy-k. Igen. Ezeket ismerted? Ezt se tudtam. Hát persze, mert a gyerekeknek van, azt hiszem talán ilyen van a Petinek. Hát megmondom őszintén, és most remélem nem rombolom le az irántam érzett minimális szimpátiádat, de azért ez messze van az én ízlésvilágomtól. Gondolom, ilyet soha nem vennél fel. Azt jól gondolod. Pedig ilyet szoktak tőlünk veled egykorú. Igen. Vásárolt. Hát, látod, de milyen jó, hogy valakinek ez tetszik, nekem meg más, és akkor így mind a két terméket tarthatod, nem? Igen. Mindenkinek ez tetszeni, csak ez a fal lenne. Ruhák terén igazából amiket preferálsz? Hát, öltönyt. Öltönyt. Hát nézd, a póló rövid gatya. Mindig. Igen, csak ritkán engedhető meg. Például, amikor eljövök hozzád. Most annyira örültem neki, hogy átöltözhettem végre. Kérdeztem a Mátét, hogy jöhetek, nem öltönybe, mondta, hogy nem, csak gondolom, hajrá. De ilyen V-betűs van a Petinek egy csomó, vagy csomó nem, de egy pár. Meg ezek a nagyon nagy ilyen kapucnisok. Mindig mondom neked, de ez nagy neked. Mondta, hogy nem, ezt rosszul látom, mert ez a divat. Én még ebbe a Slim Fitbe szocializálódtam. Rendes vagy. Olyan, mintha te futnál. Nem szoktál futni? Olyan sportosak. Sokat. Én futottam maratonversenyt is, meg félmaraton versenyeket is, sokat. Aha. Igen. Van amúgy minden, tehát minden héten van rá időd? Hát nem, én minden reggel edzem, de úgy, hogy otthon a pincében van egy kis, hát hogy konditerem, az túlzás, van néhány súlyzóm, súlyzólabdám, van egy futógépem, van TRX-ön a plafonon, és akkor minden reggel korát, ilyen 5 körül felszoktam kelni, és akkor valami gyorsan, mit tudom, valami granulát, valamit benyomok, és akkor 6:30-tól mondjuk 3-4 hétig. Megcsinálom az edzést. Van egy lány, aki a Szilvinek az ilyen személyi edzője a feleségemnek, és akkor ő csinálja nekem is az edzést terveket, és akkor mint én 2-3 hetente változik, vagy havonta, és akkor egy hónapig azt csinálom, és amikor úgy nincs nagyon kedvem reggel kondizni, akkor kimegyek futni. És egy átlagos napod amúgy hogy néz ki, mert így kívülről hihetetlen, hogy mennyire sűrűnek tűnik. Nem tudom, hogy ezt egyszerűen hogy tudod bírni.
Hát figyelj, nekem a sport sokkal számít. Én komolyan mondom, neked rosszul érzem magam reggel, vagy rosszul érzem magam a nap folyamán, ha reggel nem tudok lemenni edzeni. Azt nagyon utálom. Úgyhogy bármilyen korán is kell, ha kell, akkor fölkelek 4-kor, 3-4 fél, nem tudom, tehát korán. Gyorsan eszek valamit, és akkor egy fél óra múlva neki is állok, és akkor egy olyan 1 óra 15 perc, másfél óra nekem muszáj. És ha megcsináltam az edzést, utána már bármeddig elmegyek estig. Gyors ez a gond. Hát ugye majdnem minden nap repülünk, és tudod, azért nagyon sokat ülök. És ha sokat ülsz, és nem figyelsz magadra, akkor elkezdett felszedni a súlyt, és hogyha elkezdett... Nem látszik. Hát, mert minden hajnalban fölkelek, és dolgozom érte, hogy ne legyen, ne legyen. Úgyhogy, ja. Láttál már valaha minisztert, esetleg külügyminisztert ilyen cipőket hordani, vagy csak te vagy az, aki? Hát nem, mert nem nagyon találkozunk civilbe, tudod? Ja. Tehát amikor találkozunk, akkor mindenki egyenruhában van. Versmondó cipő, öltöny, nyakkendő. És akkor, tehát hogy sneakerekből van több inkább a szekrényből, vagy ilyen klasszikus bőrcipőből? Hát nekem ebből. Ja, hát nézd, hát mit én van. Én úgy vagyok, a majd a szívem mindig szidni is szokod, én úgy vagyok az öltönycipőkkel, hogy veszek egyet, vagy mondjuk kettőt, hogy legyen egy tartalék, és azt hordom addig, amíg lehet, és akkor az kész, az kimúlt. Tehát nekem nem úgy, mint én van 5-6 öltönycipő, azt mindig kiveszek egyet, mindig van kettő. És akkor az vége egy gyengülésig, és akkor utána veszem a következőt. Úgyhogy ebből több van azért. Ebben a szekrényben vannak amúgy a drága cipőink. Na látom, le van lakatolva. Igen, hát innen sajnos loptak tőlünk. Nem mondod. De te arról nem is hallottál? Loptak cipőt. Tőlünk. Ez hogy lehet? Ezt ellopták, képzeld el. Egyébként ez a nagymamám régi szekrénye. Na, látod? Hát ezért se volt egy életbiztosítás, és ezt a kék cipőt, ez 4,5 millió forint, azonnyi. Ellopták. De, és, képzeld, de ezt vagy egy ilyet? Pont ezt. És hogy itt van akkor? Ezt kiraktuk a közösségi felületünkre, hogy ellopták, így elég nagy port kavart a nyilvánosságba is. Elkezdték az emberek is így keresni, mert felajánlottam nekik nyomravezetői díjat, és... És valakinek a lábán észrevették? Nem, hanem a rendőrség is nyilván elkezdett nyomozni, és megtalálták az elkövetőt. De hol? Itt annyi pesti volt? Vagy? Nem is lehetett volna Magyarországon, már ki volt toloncolva, de itt Aha. volt, és ő már elmenekült külföldre, Aha. de a testvérpára itt maradt, mert ketten lopták el, és visszapostázta, hogy enyhítse a tesójának a büntetését, és ugyanúgy visszakerül. Szóval ennek már tényleg elég nagy az eszmeért. 4,5 millió forintba kerül? Igen. Hát azért ilyet nem sűrűn vesznek. Nem vesznek gyakran. De ez is tényleg. Ez... Te is azon fordítva van a pipa? Igen. Ez ugye Travis Scott cipője, tehát a Travis Scott adta ki a Nike-val közösen, és ennek ez a sajátossága, hogy fordítva van rajta a pipa. Sokan azt hiszik, hogy emiatt esetleg hamisítvány. Az milyen régi, az a hátsó. Az az én kis cipőm. De jól néz ki. Igen, az első cipőm. Ilyen típusú volt nekem is. Első cipőm volt. Ez komoly. Illetve ez pedig egy 1994-es Jordan 1 High Chicago. Tehát ez már több mint 28 Aha, éves. Ez is honvédos, piros lett. Ez meg a Supreme, nem? Ez a Supreme Air Force, uh-huh. aha. Van Igen. ugye fekete, illetve Igen. fehér színbe. De téged már nagyon kiképeztek a gyerekek. Hát ugye, ne hülyeskedj, hát két ilyen gyerek apjának lenni azért az egy folyamatos tanulás. Szerintem neked egyébként a taxi high is van. Azt így hívják? Jó, aha. Van ilyened? Nem ilyenem, ilyenem van. Ja, hogy ilyen is. Ne, szerintem olyan nincs, szerintem ilyen van. Aha. Ezt a legjobb barátomtól kaptam születésnapomra, mert ő is vett magának egy ilyet, és milyen cool, hogy ugyanabban nyomjuk. Ezért pont egy ilyen trikót én is vettem neki, és tudjuk olyan trikóba, és olyan gatyába. Bárcsak nekem is lennének ilyen barátai. Mint ha ikrek lennék, látod? Nekem is csak egy van. Meg egyszer a Bazsitól is kaptam egyet. Mert emlékszem, hogy ott voltunk nálad, akkor egyszer csak megjött a Bazsi is. Úgy, aki most nem tudja, Dzsudzsák Balázsról van igen, szó. Igen, igen. Hogy lettetek vele ilyen jóba? Bazsival? Hát kérlek szépen, ez úgy volt, hogy amikor... Emlékszel arra, amikor a PSV-ből eligazolt Oroszországba? A Mahalacs. Mahalacskalába, igen. És akkor minden szakértő, minden, aki kb. 2 rúgott labdába a életébe, de az se sikerült egyenesen, és otthon pöffeszkedve nézi a meccseket vasárnaponként, és valószínűleg testnevésből föl volt mentve, az elmondta, hogy fú, hát ez micsoda gáz, hogy a Dzsudzsák Mahacskalába, hát ennél szarabb, aztán nincsen, és hogy fú, milyen hülye, meg nem tudom micsoda. Valami nem tudom milyen meccs volt, és akkor megkérdeztük erről, mit gondolok. És hát én meg elmondtam a magam szokatlan kedvezetlen stílusában, hogy mit gondolok róla, hogy szerintem nagy dolog, hogy az Anzsi Mahacskala leigazolta, mert például engem még nem akartak leigazolni, meg ott a környéken senkit se, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagy dolog lehet. És a menedzser egy győri, mindén, a Vörösbaranyi Józsi, és akkor megkeresett ezután, hogy milyen korrekt voltam, és hogy ez, és hogy pont a Balázs mit tenni, mikor jön haza, hogy esetleg bemutatná. És akkor persze bejött, dumáltunk, és akkor én már futszáloztam, és mondtam, hogy most itt van pár napot, úgy mozogna minden, hát mondom, gyere el este edzeni. Mondta, hogy jó. És este jött, ott edzett velük, és akkor utána lettünk nagyon jóba. Gyerekek nagyon szeretik. Meg hát tudod példát mutat nekik, ugye mindkettő focizik, és hogy azért ne. Kell az, hogy azért a Balázs néha egy embet tegye őket, hogy elmondja, hogy azért ez
szerénység, áldozat, munka, stb. Úgyhogy... Ez biztos, hogy egy inspiráció. Az biztos. Hát nála nagyobb inspiráció jelenleg Magyarországon a futballban nincsen, mert egyelőre mindenki messze van tőle válogatottság szemtekintetében. Ez is jól néz ki, hallod. Ez a True Blue Jordan 1 Mid. Azt kell tudni, hogy ugye mondtad, hogy van ilyened. Olyanom van, igen. Ez a Jordan 1 High. Aha. Ezen 8 fűzőjük van, ezen pedig a mid. 7 aha. fűző. Majd, hogy ez csak, aha. Egy kicsit alacsonyabb. De ez jól néz ki nagyon. Ilyet még nem is láttam. Ebből most amúgy rengeteget adunk. Tényleg? Na hát ott ráéreztem a közízlésre. Megnézem, hogy van-e méret? Hát megnézed majd? Meg. Köszönöm. Hogyha esetleg még egy-kettőt tudsz mondani, ami... Hát mind tetszik alapvetően, de... Hát akkor mindent meg kell. Mindent meg kell próbálnunk, mi? Persze. Fú, két gyerek itt lenne. Fú, amit nyomasztottak, hogy úgy jöjjek, hogy velük. Mondtam, hogy... Ja, tudták róla, hogy... Jó, persze. Tudták, hát tudod, mekkorát nőttem a szemükbe? Figyelj, az elmúlt 9 évben, amióta miniszter vagyok, amiről én azt gondoltam, hogy nagy dolog, az tizedakkora lelkesedés váltott ki belőlük. Mondtam, a Peti volt otthon, és mondtam neki, hogy pont hívottam át, és mondta, hogy akkor beszéltél vele, és hogy egy ilyet csináljunk, és mondtam, hogy persze örömmel, és akkor mondtam a Petinek, mert pont otthon volt, hát figyelj, az mintha nem tudom én mit mondtam volna neki, hogy milyen világpolitikai dicsőséget arattam, hallod? Akkor átnőttem a szemébe, másnap el is kísértem az iskoláig. Pont együtt mentünk akkor a Patrikért edzésre, a Patrik még be se szállt a kocsiba, kézzel, Patrik, apa megy sneaker túra, és teljesen, apa nem mondod, de mondom, de. De akkor gondolom ők is nézik a videóinkat. Mindig. Hát de a téged ismertek, hát azért mentünk oda hozzá. Igen, csak ott kért is tőled fotót a Peti. Igen, igen, csak ő TikTokról ismerhetett, mert akkor nekünk még nem indult a YouTube csatornánk, és most már mindig... Meg is buktak, hogy nézzük a TikTokot. Ja, hogy mert nem. Azt állították, hogy nem. Ó, ja, hogy nem lehet. Lebuktak, igen. Ha. Próbáljuk kontrollat tartani. Bocsánat. Ja, hát most már mindegy. Emiatt feszül. Próbáljuk kontrollat tartani a telefonos témát, de nehéz. Fiatalok most a TikTokra nagyon rá vannak. Igen, mindig mondjam át, hogy legyen nekünk TikTok oldalunk, de mondtam, hogy az egyre még szoknom kell, hogy van Facebook. Amúgy szerintem TikTokon érdemes lenne. Igen, mindenki ezt mondja, de mondom, hogy lassan haladjunk. Tehát tudom, a búvár mikor jön fölfele, tehát most van Facebook, most erről szokom ezt, hogy van. Meg talán van Instagram is. Vihetjük is ki frissen a raktárból. Figyelj! Na, van! 42 fél. Na nézzük meg, majd maximum összehúzom. Picit kiveszed benne. A talbetétet. Jó, hogy leveszem a nagylábújamat, nem? Az is egy leverzió. Az is jó. Na várj, ezt megnézzük, ez hányos. Figyelj, hallod, ezt úgy rakják bele, hogy direkt ne lehessen elolvasni. 43-as, de nem baj, megnézzük. Hallod, mutka azt kell csinálnom. Komolyan azt hiszem, hogy megőrülök, hogy ennyire öreg vagyok. Hajnalba, edzés előtt, elővettem a joghurtot, hogy belenyomom a granulát. És ugye nem láttam, hogy meddig jó. Fogtam telefon, lefotóztam, kinagyítottam. Mondom, ezt. Figyelj, sose öregedj meg, köszönöm. Hát sajnos megfogok. A Jordanek fiatalon tartanak. Igen. Meg a két kölök. De téged is akkor. Hát azért, hát mit gondolsz? Bokától fölfele nem tudunk javítani, alatta meg ez van. Jó lesz akkor? Jó, hát persze. Jó lesz. MTK-s, de azért jó. Hát akkor pirosat kellene, ha jó, de az már van. Hát de annyi fajta van pirosból. Hát jó, de szerintem tényleg jó választás. Szerintem is, marha jól lesz ki. Amúgy, amikor te voltál fiatal, melyik cipő már hát, volt a legnagyobb? Hát akkor tudod, Adidas, persze. Hát akkor. Meg tudod, mi volt még? Kangaroos. Igen. Volt Kangaroos. Adidas, meg még a Puma, akkor még úgy hasított, hogy én Győrbe laktam, szerintem Győrbe az összes cipőből nem volt ennyi cipő. Tehát ott lehetett válaszolni ABC szerintem nagyjából ezzel a háromból. Kicsit még másképp nézett ki a történet. Tudod, mi van? Most a Szilvi vett magának dorkot. Dorkó. Igen, vett magának dorkot. Szilvi. Pont ma találkoztam a tulajdonosukkal, aha, lehet lesz közös cipőnk. Na, helyes. Helyes. Azt inkább megveszünk, mint a Louis Vuitton. Hát az olcsóbb is lesz. Jó, helyes. Ez egyik oka neki. És ez a Koma, ez kicsoda? Figyelj, ez egy nagyon híres amerikai rapper, egyébként na, ő van az én pólóban is. És ő ki? Ő NBA Youngboy. NBA Youngboy? Szerintem a én csak fia... a PSG Oglit tudom. Igen? Igen. De őt is a fiaitól. Ha persze. És az is szétvert valamit, nem? Egy kontrollert. Yeah, yeah, hát nem szabadott volna neki, de azért itt vannak szabályok. Mondtam is a két gyereknek, meg ne lássam ezt. De... Ott a FIFA kontrollám, nem kaptuk újat. De te tényleg amúgy te milyen zenét hallgatsz? Én a Neotont. Komolyan? Aha, én nagy Neoton rajongó vagyok. Hát az még az én korosztályom. Persze. Neoton, Zoltán Erika. Ezek. Hát őket... Ergo. Ismerem én névről, de őszintén itt a boltban már ezeket nem szoktuk játszani. Aha.
Na, Neoton most megint úgy látom, hogy megtalálta a közönség, mert egy csomó ilyen retro koncertet adnak. És te szoktál menni? Aha, tavaly is voltam a BS-ben, voltam október 23-án, ha jól emlékszem, vagy valahogy így. Mert amúgy a sneakerekhez nagyon közel áll maga a rap műfaj. Igen, azt szoktam otthon hallani. Rappet nem hallgatsz. Én nem, de hát de kénytelen vagyok. És ők nem, ugye, a gyermekeid nem tudod, mit hallgatnak? De azt mondom, azért vagyok kénytelen hallgatni. De hogy milyen előadókat? Central valami van olyan? Central C. De? Azt, és azt otthon nem tudom, mert tegnap elnéztem a Petinek az angol leckéjét este, és abban volt benne, hogy I like listening to Central C, akkor szerint. Video clips of Central C, azt hiszem ez volt az angol példamondat, de nem inges alakban volt a like után, úgyhogy újra le kellett írnia. De legalább meg tudtam jegyezni. Szóval ő az NBA. NBA Youngboy, igen. Szimpatikus. Gondolom. Az a jó, hogy nincs telete tovább, nem? Igen. Akkor a Jordan 1 Mid True Blue lesz. Dobozba. Dobozba. Ő 75 ezer forint. Remek. Készpénz vagy kártya? Készpénz, mindig. Nem? Hát akkor vissza nem adtuk volna. 5000 a visszajáró. Nagyon rendes vagy. És figyelj! Figyelek. Kék a cipő. Igen. Mindegyik cipőre rakunk egy ilyen Balázs Kicks ziptájt. Igen, tudom, Petinek is van. Igen. Ezen van egy QR kód. Igen. Mindig változtatjuk mögötte a tartalmat, és van, amikor kedvezmények vannak rajta. Hogyha esetleg majd fölveszed, és elutazol benne valahova. Igen, majd ráteszel valami jó tartalmat? Így van, mindig látni fogjuk, hogy ez az, és megosztjuk az Instánkon. Mondta, hogy nem értek hozzá. Nagyon sokan így hallják. Azt mondta, hogy nem értek hozzá. Mondtam, ebbe kétségtelen igaza van. És ez aztán rajta is maradt. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél az üzletünkbe. Köszönöm én is. És még egy olyan kérdésem lenne, hogy legközelebb kit hívjunk az üzletbe? Hát hívd el a Bazsit, úgyis együtt voltunk nálad. Először találkoztunk. Csúcsák Balázs? Aha. Jól van, hát akkor legyen így. Elhívjuk, aztán ha eljön, akkor... Majd lobbizok értetek. Köszönöm. És tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm, sok sikert. Hord egészséggel a doboz. Sok sikert. Köszönöm. A doboz pedig megőrzöm. Doboz pedig. És ha jó beruházás, akkor majd visszaváltam. Így van, visszaveszik. Köszönöm, hogy jöttem. Sok sikert. Szia. Sziasztok.